Az elmúlt időszakban a felső Tisza vidék egyre inkább előtérbe került, mint lehetséges kerékpáros turisztikai célpont, melyet egyedülállóan hosszú kerékpár hálózatának és kulturális látnivalóinak köszönhet. Mindezt jól szemlélteti, hogy a Tisza mellék folyóinak töltéseit is beleértve Csenger és Záhony között több mint 300 km hosszan kanyarognak bicikli útvonalak. Ami viszont a kerékpáros turizmus szolgáltatásait illeti, abban volt és van még hová fejlődni. A nagy tervünk az, hogyha egy egységes turisztikai régió tokaj és a Felső Tisza vidék, akkor nagyon fontos, hogy a hiányzó szakaszokon épüljön meg a kerékpárút. Ez turisztikai szempontból is fontos, egyébként árvízvédelmi szempontból is fontos, tehát itt a két érdek az találkozik, és hát természetesen ha, ha ezek a fejlesztések megvalósulnak egy aktív turizmussal a helyieknek is jelenthet lehetőséget. Ehhez persze azt is ki kell építeni, amiből azért itt nagyon, 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 kevés van, hogy akár kerékpáros szervizek is települjenek a kerékpár útszakaszok mellé. A közelmúltban a határmenti zsúr Záhony közti körülbelül 10 kilométeres szakasz kitáblázása történt meg, de folyamatban és tervben van a felső Tisza vidék teljes kerékpár útvonalának turisztikai fejlesztése. Révész Máriusz, aktív Magyarországért programért felelős kormány biztos elmondta, a régió természeti feltételeihez mérten kell fejleszteni a kerékpáros idegenforgalmi attrakciókat is. Nagyon-nagyon hosszú, több száz kilométernyi hosszúságú lebitumenezett fölött van, és annyi történt, hogy ebből most 90 kilométert Záhonytól Kisarig kijelöltünk kerékpározási célra, de nagyobb ívben, nagyobb ívű elképzeléseink vannak, ezen a vidéken több mint 300 kilométert szeretnénk kijelölni. Itt nem önállóan kerékpárutakat építünk, hanem ezeket a létesítményeket, amiket a vízügy épített, ezeket most kitáblázzuk, és füzet is készült róluk, térkép is készül róluk, és mindenkinek Magyarországon jó szívvel tudjuk ajánlani, hogy érdemes erre a vidékre eljönni kerékpározni. A Záhonytól kisarig tartó kerékpáros túraútvonal fejlesztés még idén teljes mértékben elkészülhet. A következő évtől kezdődően pedig a megmaradt 200 kilométeres szakaszon is megkezdődhetnek a munkálatok. Az érintett beruházásokra egyébként összesen 435 millió forintos Európai Uniós forrás áll rendelkezésre.